És ez a történet bizonyos szintig illik is ez a rendezvényhez, meg a borágazat, szőlőborágazat mai helyzetéhez. 74 előtt, ha jól emlékszem, akkor még úgynevezett fináncok ellenőrizték a borkészletet, és édesapámmal akkor csináltak egy riportot a pincébe a hordók előtt, és azt írták, hogy a Kerényi pincében még soha nem volt semmi probléma. Utána ezt édesapám, megjelent ez a cikk a Képes újságban, és véres kartként lobogtatta mindig ezt a cikket. Tehát nagyon röviden szólva arról, hogy mit várhatnak a borászok és szőlőtermelők az elkövetkezendő időben. A kormányzati szándék elhatározott, elkötelezett abban, hogy rendet próbálunk csinálni ebben az ágazatban. De ehhez szükséges a szőlészetek és a borászatok részéről is az együttműködés, valamint a társadalmi összefogásnak is ebben meg kell jelenni, mert csak úgy működhet ez az egész rendszer, ha kiszűrjük azokat, akik ártani akarnak ennek az ágazatnak. Én nagyon sok sikert kívánok szőlészeknek és a borászoknak ahhoz, hogy az elkövetkezendő időben ne rosszról, ne sikertelenségről, hanem sikerekről beszéljünk. És mindannyiuknak nagyon jó mulatságot kívánok a mai és a holnapi naphoz. Érezzék jól magukat. Kiskunhalas vendégszerető város, és én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy jól szórakozzanak. Ezennel megnyitom a mai ünnepséget.